Most ülői híreinkkel folytatjuk. Február 12-én az idei második rendes ülésen az ülői képviselőtestület elfogadta a város 2015-ös költségvetését. Nehéz volt összeállítani az ülői költségvetést, hiszen az iparüzési adókból származó bevétel egyharmada az államhoz kerül, ennek ellenére ülőn egyelőre nem tervezik újabb helyi adók bevezetését. A tervekről és a feladatokról, a jövőbeni óvoda építésről Kisné Szabó Katalin polgármestert kérdeztük. A testületi ülésen is elmondtam, hogy azoknak, akik újak, biztos, hogy nagyon nehéz ez a feladat, hiszen nagyon száraz téma. Akik viszont régóta itt vannak több cikluson keresztül, azoknak meg azért nehéz, mert átlátják és tudják, hogy az álmokat megvalósítani igen nehéz, és hát természetesen a számokra kell összpontosítanunk. Természetesen a képviselőtestületi ülést őszbizottsági ülés előzte meg. Itt részleteiben át tudtuk tárgyalni ezt az egész költségvetést. Nagyon fontos, hogy mindannyiunknak az a célja, hogy az elmúlt esztendőkhöz képest az intézményeinket hasonló szinten tudjuk működtetni. Ez az elsődleges feladatunk. Ami fontos, a folyamatban lévő pályázatunkat, jelen pillanatban ez a KEO pályázat, becsülettel végigcsináljuk, és át tudjuk adni a nyár végén. Nagyon fontos számunkra, hogy igazán megfontolt gazdálkodást, költségvetést tudjunk elfogadni. Ezért a testület az elmúlt évekhez viszonyítva is mindig arra törekszik, hogy a kiadásainkat egy kicsit magasabbra próbáljuk tervezni, viszont a bevételeinket alultervezéssel próbáljuk megteremteni. Ez eddig sikerült, és én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő 2015-ös esztendőben is ez bízom benne, hogy meg fog valósulni. Hát ezeken kívül természetesen vannak még fontos céljaink. Ami nagyon fontos, és azért el voltunk keseredve, hogy ebben az esztendőben is az adóerőképesség igen magasnak bizonyult. Tavaly 130 millió forint körüli összeget vont el éppen ezért az állam. Az idén ez már a 220 millió forint körüli összeget foglalja magába. Ez számunkra igen csak elkeserítő bizonyos szinten, hiszen ebből az összegből bizony-bizony mennyi kerékpárutat tudnánk felújítani. De hát ebből az összegből kell gazdálkodnunk, ami éppen a keretünket meghatározza. Én úgy gondolom, hogy ez azért sikerül, és bízom abba, hogy a képviselőtársaimmal együtt jó döntéseket hoztunk. A legfontosabb az is, hogy a kiadásainknál figyelembe kell venni, hogy például a bölcsödéket átadtuk, ezért a működési kiadásaink már emelkednek ebben az esztendőben is, de hát ennek örülnünk kell, hogy végül is szép és működőképes. Nagyon fontos az elkövetkezendő esztendőbe felméréseket végzünk, és erre már külön önerőt is biztosítunk. Óvodát kell majd építenünk. A lélekszám folyamatosan növekszik, és természetesen a gyermekek is szaporodnak. Ennek is örülni tudunk, de biztos vagyok benne, hogy forrásokat kell hozzá megteremtenünk. Ugye említette polgármester asszony, hogy az iparűzési adóból befolyó bevételeknek a egyharmadát, ha jól tudom, egyharmadát az állam fogja ezután kezelni. Gondoltak-e arra, ha már megfontoltságnál tartunk, hogy esetleg helyi adókat vetnek ki? Természetesen ezt is átértékeltük, de összességében úgy döntött a képviselőtestület, hogy nem szeretnénk az idei esztendőben adókat emelni, pontosan azért, mert érezzük, hogy a jelen gazdasági helyzet nem biztos, hogy segítséget nyújtana ezzel még a lakosaink számára, hogy mi még plusz adókat vetnénk ki. Tehát ezt mindenféleképp elvetettük, abból próbálunk gazdálkodni, ami jelen pillanatban a költségvetésünkbe befolyik. Jövő heti híradónkban folytatjuk a polgármesteri interjút. Akkor megtudhatják, hogy szigorú, de takarékos lesz a 10 esztendős város költségvetése, de a tervekről és a feladatokról, valamint a jövőbeni óvodaépítésről is sok hasznos információt tudhatnak meg.